Ugye tudjátok jól, hogy például itt van a Kárpát-medence, amely nagy részben magyar. Ugye magyar lakta nagy részben. Tehát a Kárpát-medencének még mindig a domináns népe az a magyar. Tehát még mindig a magyarok vannak a legtöbben ebben a medencében. Na most, akkor nézzük tovább. Nem tudom, tudjátok-e, hogy most olvastam, ezt nem olvasni a tömegmédiában, hogy azt mondja, a magyar, a cseh, vagy a szlovák, vagy a lengyel, nem tudom, azt hiszem három vagy négy miniszterelnök most vonul ki, vagy már ki is vonult Izraelbe. Már megint valami megbeszélést folytatnak a Netanyahuval, az izraeli miniszterelnökkel. Kár, hogy már elfelejtettem, hogy konkrétan milyen miniszterek voltak, mármint miniszterelnökök, de a magyar az biztos, hogy benne volt, meg azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy cseh vagy a szlovák, de ezeket keverem meg. Három volt, azt tudom, három ország. És nem tudom, tudjátok-e, hogy még a Gyurcsány kormány idején csináltak egy Izrael és Magyarország között egy olyan megállapodást, hogy a lakosság lélekszámát az 6 millióra kell lecsökkenteni. Miért? Hát, hogy ide be tudjanak költözni Izraelből, mert elégük van az arabokból. Meg ott túl nagyon meleg, meg kevés a víz, tehát ez drága az élet, és ugye be akarnának költözni ugye Lengyelországra, Magyarországra, meg Csehországba, vagy Szlovákiába, nem tudom. És lényeg az, hogy ha megnézitek egy pár éves távlatban visszamenőlegesen, de még mielőtt akkor ezt mondanám, tehát ugye ezt a Gyurcsány kormány hozta ezt a megállapodást, majd az Orbán kormány ezt jóvá hagyta, tehát ratifikálta, és hogy le kell csökkenteni. Na most, a lecsökkentés az azt jelenti, hogy költözzenek ki, vagy halljanak meg. És ez részletkérdés, hogy hogy. Az a lényeg, hogy ha beköltöznek, itt legyen elég lakás, kész. Ennyi. Na most, nem tudom, figyeltétek-e az elmúlt években, hogy hányszor kellett a magyar miniszterelnöknek találkozni az izraeli miniszterelnökkel. Szinte évente egyszer-kétszer találkoztak. Hát mi a francot akarunk mi tőlük, vagy ők tőlünk? Hát ugye, hát mit akarhatunk, vagy mit akarhatnak ők? Hát, hogy gyorsuljon a lakosság fogyás. Mert fogyott egy milliót a lakosság, mert ugye egy millióan kiköltöztek. De hát most gondold végig, hát hogy lehet másik módon fogyasztani a lakosságot? Hát meghalnak, nem? És arra mi lenne a legjobb eszköz? Hát egy oltás. Érted? Amiben ki tudja, mi van, aztán állapítsák meg, hogy miben halt meg. Érted? Nem is gondolj bele, valakit beoltanak, az meghal fél év múlva az oltástól, ki fogja ezt megállapítani, hogy az oltás következtében halt meg? Senki. Érted? Hát szegény magyarok, már dökhalál van, mert elkezdtek hullani, mint a legyek, majd azt mondják. Tehát ennyi. De nem csak a magyarok, mert ugye a lengyelek, és dettó, meg mit tudom én, a szlovákok, vagy azt hiszem a csehek. Oda akarnak még költözni. Na mindegy, lényeg az, hogy utána tudsz nézni az alternatív médiában, hogy ez a három miniszterelnök éppen már kim van, vagy visszajött, vagy most fog kimenni, megír raportra Izraelbe. Hát a manót csinálunk mi Izraelbe, érted? Raporton. Hát csak a népesség kérdés, meg a beköltözés, hogy hogy lehessen beköltözni. Ez egyértelmű. Most gondolj bele, hogy izraeli népnek ott ahol körülveszik az arabok, az mire jó nekik? Ez abszolút nem jó. Hát te most, ha élhetnél, hol élnél szívesebben? Itt a Kárpát-medencében, vagy Izrael területén? Én biztos nem Izrael területén. Dög meleg van, érted? Állandó fenyegetettség, vasfegyelemnek kell lenni, mert ugye katonai állam gyakorlatilag, mert neki védekeznie kell. Ugye ott a állandó arab atrocitástól, stb. Stb. És akkor ugye miért volt az, hogy ezekben az országokban nincsenek is migránsok? Hát miért nincsenek migránsok? Hát
azért, hogy ők nem akarnak egy olyan országba beköltözni, érted, ahol ott vannak az arabok. Világos ez? És ugye nem emigráltak migránsok se Lengyelországba, se Magyarországra, se Csehországba, érted? Se Szlovákiába. Szóval a lényeg az, hogy ezt csak úgy fölteszem, hogy gondolkodjatok, jó? Gondolkodjatok. Úgyhogy így szépen rakosgatja az ember a mozaikot, akkor összeáll a kép. Érted, hogy mi miért történik? Csak az emberek nem rakosgatnak mozaikot, hanem azt hiszik, hogy az van, amit a média mond. Hát eleve ott kezdődik nálunk a probléma, hogy kétharmados a többség, és ezáltal gyakorlatilag olyan hatalmat ért el a kormány, ami által elérte, hogy ne legyen ellenzéki média. És szerte a világon mindenütt ott vannak az ellenzéki médiák, és nálunk nincs ellenzéki média, mert elérte a kormány a kétharmados hatalommal, hogy ellehetetlenítette azokat, akik nem adták el a ellenzéki kézben lévő médiát. Oké? Tehát gyakorlatilag rákényszerültek arra, hogy eladják. Tehát magyarul ezzel a kétharmaddal gyönyörűen létre lehetett hozni egy hát fél diktatórikus államot. Tehát ez a fél diktatórikus állam arról szól, hogy gyakorlatilag nincs ellenzék, és nincs ellenzéki média, mert a hatalmon lévő túlnyomó többség, érted, el tudta érni, hogy gyakorlatilag eltűnjenek, akik az útba voltak. Ennyi. Jó? Tehát lényeg az, hogy egy ilyen érdekes világban élünk, gondolkozzatok el azon, hogy mitől is félsz, tehát mitől is félsz, jó, mert az a legnagyobb problémát, hogy félsz. Oké? Tehát nem azt mondom, hogy ne tarts be a jogszabályokat, tarts be a jogszabályokat, csak nem azért kell betartani a jogszabályokat, mert félsz, hanem azért, mert az a jogszabály. Érted?